1999. június 19-e. Ugye milyen rég volt? Igen, pontosan ezen a napon jelent meg hivatalosan a Counter-Strike, mint egy Half-Life mod. Később persze saját játékként fejlődött, de egyelőre menjünk vissza a gyökerekig, és így ünnepeljük meg a Counter-Strike 18. születésnapját. Szóval a Counter-Strike hivatalosan is felnőtt korú lett, így végre játszhat saját magával. De a viccet félretéve, a Counter-Strike 1.0, mint különálló játék 2000-ben lett kiadva, és azóta is a világ legtöbbet játszott FPS játéka. 2004-ben megjelent két darab Counter-Strike is, egyik mai napig személyes kedvencem a Source, a másik a Condition Zero. Az utóbbi nem lett annyira híres, pedig még saját single player campaign-nel is rendelkezett, a Source elképesztő sikert ért el, és szerintem valaha volt legjobb csé, több mint 6 évet játszottam vele. Persze több csé is megjelent ezeken kívül, most az összes csére nem térek ki, ezek voltak a híresebbek. Na de térjünk akkor a valószínűleg leghíresebb csére, a Counter-Strike Global Offensive-re. A CSGO 2012-ben látott napvilágot, ekkor mi még nagyba üztük a Source-ot, és igazából annyira sok embert nem is érdekelt a GO. Teltek múltak az idők, és a GO berobbant a köztudatba. Ez van 2013 közepe fele volt, 2014-ben kezdtem el játszani a játékkal, és azóta is vele együtt szenvedek el minden egyes idegesítő és frusztráló percet. Szerintem a CSGO az életem egyik részévé vált, hiszen lassan több mint 10 éve játszok vele. Köszönjük a sok oroszt, a sokszor ládanyitást, a sok felesleges update-et közgében. De így maradsz az igazi. Ezzel szerettem volna boldog születésnapot kívánni a CSGO-nek. Hogy már több mint 18 éve él ez a játék, és még mindig a legjobb. Boldog születésnapot, Counter-Strike!